az iskolás, gyerekek sorsa nehéz. Túl korán szól a vekker. Lustálkodnék, de a táska útra kész. Ilyenkor sajnos menni kell. Azt mondják róla, mára indulhatsz az iskolába. Véget ért a nyár, és egy újabb élményekben és tudásban gazdagabb tanév vár ránk. Tanévnyitó ünnepségünkön szeretettel köszöntöm iskolánk vezetőségét, tanárainkat, diákjainkat, szülőket, vendégeinket, és nem utolsó sorban iskolánk elsőseit a 2017-18-as tanév legelső napján. Fogadjuk nagy szeretettel iskolánk elsőseit, az első A osztályt és osztályfőnökét, Kavajec Filmánszki Dórát és osztálytanítójukat, Bartáné Gál Ildikót, és az első B osztályt és osztályfőnökét, Sotkó Máriát. Thank you.
Énekeljük el közösen a himnuszt. Iskolába hívogató című versét Wartner Gergő szavalja el. Hervad a nap, vágyad, száll a napsugár, a levelekkel együtt elfárad a nyár. Összecsomagolja minden holmiát, a sok jó időt és a fürdőruhát, és emeli a karját és sípjába fúj. Elég volt kis pajtás, mostantól tanulj. Levelek helyett már nyit az iskola és sarkig tárva barna kapuja. Kék helyett a tábla, part helyett a pad, kihív a szerint őszbe, érezd jól magad, s a havas térben a napsugár helyett a tudás fényei melegítenek. Kedves elsősök, iskolánk hagyománya az híven, a negyedik osztályosok nyakatokba kötik a nyakkendőt. Ez jelképezi, hogy mostattól ti is közénk, ilosvai sok közé tartoztok. Viseljétek büszkén! Sok
kedves első osztályosok! A negyedikesek nevében Juhász Anita és Hollókői Szabolcs köszönt benneteket Osváth Erzsébet első osztályosok című versével. Iskolások lettetek, mi minden vállátok, nagy felfedezések, szép kirándulások. Betűországba vezet a tanítónéni, mennyit fogtok ti otthon majd erről mesélni? Számországban elámul szemetek szálltok, a temérdek kincsen, amit ott találtok. Kezdődik az utazás, a csengőmány csenget, kívánok nektek jó utat, s hozzá vidám kedvet. Mia Bartó első nap az iskolában című versét elsőseink Sotkolóina és Juhász Barbara és Matos Maja elsős leszek című versét Tóth László mondja el. Mennyi-mennyi érdekesség, mennyi-mennyi izgalom. Tanító néni belép, fel kell állni, nem tudom, hogy nyílik fel szépen csendbe a pad fényes fedele. Ha felállok, mit kell tennem, hogy ne csapjak zajt vele? A táblához gyere csak ki! Szól a néni, és kimegyek, a kezembe krétát is ad, a krétával mit tegyek? Megtanítő türelemmel, hogy kell húzni vonalat, s hogy a táblát kenyerem mellett törölni nem szabad. Mennyi lány van itt lassacskán, tudom mindnek nevét. Négy annácska van, aztán meg sárikák és erzsikék. Első nap az iskolában, padban ülök, figyelek, nem moccantom fejem, lábam, nagy dolog ez, gyerekek. Matos Maja elsős leszek. Elsős leszek, akár hiszed, akár nem. Nagyon jó az én kedvem, tudod, minek örülök? Iskolába kerülök. Szép volt a nyár, szép nagyon, sütkéreztem a napon. Játszottam és ugráltam, szaladgáltam, bringáztam. Halacskákkal versengve úszkáltam a tengerbe. Homokváram összedült, a sárkányom elrepült. Nincs már minek maradnom, van helyette más dolgom. Nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a tanítás. Tisztelettel kérem Szücs Ottóni igazgatónőt, hogy nyissa meg a 2017-2018-as tanévet. Köszöntöm tanévnyitó ünnepségünkön kedves vendégeinket, a szülőket, iskolán tanulóit, kollégáimat és minden megjelentet. Kedves gyerekek, köszöntelek benneteket az új tanévben. Bízom benne, hogy a nyári szünetben feltöltöttetek élményekkel, és most lelkesen vágtok neki az új iskolai évnek. Hiszen ne felejtjétek, legfontosabb feladatotok a tanulás. Remélem, mindenkinek van már kész terve az új tanévre. Jó ugyanis, ha pontosan tudjátok, hogy mi az,
amit ugyanúgy szeretnétek csinálni, mint az elmúlt évben, és mi az, amit másként. A legfontosabb, hogy tudjátok, mit vártok el magatoktól. Kedves első osztályos gyerekek! Tudom, hogy már nagyon vártátok a mai napot, hogy iskolások lehessetek. A mai nappal Ilosa is diákok vagytok, amire legyetek nagyon-nagyon büszkék. Fogadjatok szót a tanítónéniknek, tanuljatok szorgalmasan, hogy sok piros pontot szerezzetek szüleitek örömére és magatok hasznára. Kedves első osztályos szülők! Üdvözlöm Önöket iskolák közösségében. Köszönjük, hogy ránk bízzák gyermekeik oktatását. A mai nappal új, izgalmas szakasz kezdődik gyermekeik és az Önök életében is. Kísérjék el gyermekeiket nap mint nap az iskolába, érdeklődjenek, és kérem, hogy aktívan vegyenek részt programjainkon. Kívánom, hogy sok örömük legyen gyermekeik fejlődésében. Kedves 8. osztályosok! Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben a tanévben. Előttetek áll a pályaválasztás. Tanuljatok szorgalmasan, és viselkedjetek a legnagyobbakhoz méltóan. Kedves kollégák! Az új tanév küszöbén kérek mindenkit, hogy közös akarattal munkálkodjunk azon, hogy tovább növeljük iskolánk jó hírét. Törekedjünk arra, hogy az év folyamán minél több tanulónk érjen el szép eredményeket, és a lassabban haladókat pedig sokat fejlődjenek. Kívánok jó egészséget, türelmet, sok sikert! Mi történt a nyáron? Fenntartunk minden nyári karbantartási igényünket teljesítette. Hét tanterem parkettájának felújítása, tablók újjáüvegezése, világítótestek cseréje történt meg. Ezen kívül festettek, nagy takarítottak dolgozóink, felfrissültek a tantermek, folyosók. Arra kérek mindenkit, nagyon vigyázzon az iskola benti és a kinti környezetére, meg kell becsülni értékeinket, és persze mások munkáját is. Mi várható az idei tanévben? Ahogyan tavaly is délután 4-ig tart az iskola, oly módon, hogy a délelőtti kötelező órák után, korrepetálásokon, szakkörökön, tanulószobán, művészeti órákon vehetnek részt a gyerekek. Az éven is több pályázatot fogunk megvalósítani. Lesz benne kirándulás, tehetséggondozás, módszertani megújulás, fejlesztés. A tanévet 16 osztállyal kezdjük. Az 5. A osztály osztályfőnöke Magyar Zoltán tanár úr, az 5. B osztály osztályfőnöke Merényi Lászlóné tanárnő. Új pedagógusok érkeztek hozzánk. Ritz Anna, aki a 3. A osztály osztályfőnöke, és a napközis tanítónéni Csordás Szilágyi Éva. Köszöntjük őket iskolánkban! Kedves szülők! Féltés helyett biztassák gyermekeiket, és bátran követeljenek tőlük, mert így lesznek edzettek a mai társadalmi és gazdasági helyzet kihívásainak. Legyenek bizalommal iskolán felé, itt minden területen jó szakemberek dolgoznak. Kedves tanulók, kollégáim, szülők és vendégek! Az új tanév küszöbén kérek minden jelenlévőt a következő tanévben közös akarattal munkálkodjunk azon, hogy tovább növeljük az iskola jó hírét és kapcsolatainkat. Kívánok valamennyiünknek jó egészséget, eredményekben és sikerekben gazdag tanévet. Mentovics Éva szavaival teszem. Gyere te is, kispajtás, állj be közénk, vígan. Hidd el, csodás lesz az évig, ami Ilosva is, sulinkban.
ezennel a 2017-18-as tanévet ünnepélyesen megnyitom. Melyiket választom? A 3-as, a 4-est vagy az 5-öst? Ezt mondja el Varga Dominik, Osváth Erzsébet melyiket választom című versében. Sovány az 1-es, nem szeret enni, ne akar soha barátja lenni. A 2-es hamis, hívogat téged, te rá se figyelj, bajt okoz néked. A 3-as se szép, két görbe púpja, bizonyítványod, de elcsúfítja. A 4-es, kedves szelíd kis jószág, nem csak be téged, hűséges hozzád. Mégis az 5-öst választott társnak, örömet szerez édesanyádnak. Műsorunk befejezéseként tekintsünk meg egy vidám táncot. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques. Szeretném megköszönni ezt a nyárbúcsúztató, tanévre hangoló szép műsort elsős, negyedikes, hatodikos diákjainknak és felkészítő tanáraiknak, Tótné Nagy Katalinnak és Holokőné Bodnár Máriának.
mindenkinek szép, örömökben gazdag új tanévet kívánok. Köszönöm szépen!